Hello, hello! Nos, ma éppen hazafelé indultam a munkahelyről, és észrevettem a kocsiban, hogy hiába nyomom a pedált, nem gyorsul úgy, ahogy kellene, és ez most konkrétan abban jelentkezett, hogy 4-nél, 4-es sebességfokozatban oda tapostam neki, ment 70-ig, és 70-nél megállt, és csak 70-nel mentem, és szépen lassan elkezdek gyorsulni, egy 71, 72, 75-ig, és 75-től ismét lendületet kapott, és gyorsult a kocsi, tehát valami nem volt rendben, ugye, engine error lámpa, oké. És mit lehet ilyenkor tenni? Ugye, egy régebbi kicsomagolós videóban már mutattam ezt a kütyüt. Ez egy eBay-ről rendelt 900 forintos OBD2-es hibakód olvasó, és a hátulján van egy QR kód, aminek a segítségével a Torquay nevezetű programot töltöttem le a telefonra, ami nyomatékot jelent, és azzal lehet hibakódot kiolvasni és törölni a fedélzeti számítógépből. Ennek a kütyűnek a segítségével, amit most meg is fogok mutatni, hogy hogy csinálom. És valószínűleg a hibakód gázpedál jeladó érzékelő lesz, ugyanis már egyszer volt egy ilyen hibám, és valószínűleg csak eloxidálódott valami csatlakozás, vagy a zsinórokat kell egy kicsit megpiszkálni, és majd jó lesz. De megmutatom, hogy hogy megy a hibakód olvasásnak a folyamata, jó? Első körben megkeressük az OBD2-es csatlakozót, ami nálam a biztosíték tábla mellett helyezkedik el. Általában minden kocsinál valahol itt a kormány alatt a biztosítékok környékén keresendő. Oda rádugjuk a készüléket, egy piros LED jelzi, hogy be van kapcsolva. Nálam szükséges gyújtást is adni. Majd ezután Bluetooth-on keresztül rákapcsolódunk a telefonnal, és ugye ahogy mutattam is, a dobozán van egy QR kód, aminek a segítségével le tudjunk hozzá tölteni különböző programokat. Én a Torquay programot választottam a hibakód olvasáshoz. Láthatjuk is, hogy ahogy a telefon rácsatlakozik, akkor kigyullad egy zöld lámpa, plusz sárgán villog még egy adatforgalmat jelző kis ledecske is. Párosításhoz az 1234-es kód ennél a készüléknél az alapértelmezett. És hogyha megvan a csatlakozás, már indíthatjuk is a választott programot, nálam ez a Torquay, ugye. Az adapter beállításoknál meg kell várnom, míg minden zölden kipipálódik, hogy teljes köré a csatlakozás. És akkor a fault kódnál lehet indítani a hibakeresést. Picit belegyorsítottam, hogy ne legyen unalmas, de általában 1-2 perc nálam ez a hibakód olvasás. Látjuk is, hogy itt egy hiba, ugyanúgy ahogy azt sejtettem, ez a gázpedál jeladónak a hibája. Ugye ilyenkor a hibánál azt a kódot kell nézni, a P0220-as, de ha rányomunk a hibakódra, akkor előjön egy ilyen kis ablak, hogy kiválaszthatjuk azt, hogy utána nézzünk a webem. Ugye bejön egy weblap, mindjárt a hibakód leírásával. A böngészőmben rámentem, hogy fordítsa le magyarra. Ez ugye annak segít, aki nem tud angolul. És itt szépen magyarul leírja nekem, hogy mit is jelent pontosan ez a kód. Itt röviden, de lehet nagyon részletes leírást is kérni. Viszont most gyorsan nézzünk rá arra is, hogy mi okozta a hibát. Nos, itt a gázpedál jeladó. Itt a gázpedál jeladó. Itt van a csatlakozója, itt a kábelezése. Ugye ebbe egy Bovden csatlakozik befelé. De kimondottam, most ebben a csatlakozóval lesz itt a hiba. Valószínűleg egy kis oxidáció. Vagy itt a kábeleket kell egy kicsit átmozgatni.
És utána megint egy évig nem lesz vele probléma. Nos, tehát akkor tudom, hogy mi a hiba, el is hárítottam már, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy töröljem a hibát. Ezt úgy tudom megtenni, hogy visszamegyek a programba, rámegyek a hibára. A jobb felső sarokban található legördülő menüben először is kiválasztom a Safe Out Log sort. Itt egy nevet adva a hibának elmenthetem későbbi elemzésre, hogy meglegyen. És majd csak ezután fogom törölni a hibát, ugyanebben a jobb oldali fönti legördülő menüben, ahol is kiválasztom a vezérlőeszközök hibáinak törlése sort. A hibatörlés pár másodpercet vesz igénybe. És ha megvolt a hibatörlés, vissza is ellenőrizhetjük, úgyhogy egy újabb hibakeresést futtatunk le a készülékkel. És akkor meglátjuk, hogy újra megtalálja a hibát, avagy már nem talál többet. És mint látható, nem is talál több hibát. Úgyhogy akkor már be is zárhatjuk a programot, és akkor végeztünk a hibakód kereséssel és törléssel. Nos, ilyen egyszerű volt a hibakód kiolvasása és törlése. Ugye természetesen nem helyettesíti a szerelőt, azért, hogyha olyan kódot olvasunk ki, akkor feltétlenül szerelőhöz kell vinni a kocsit. Nekem ez a gázpedál jeladó hiba már volt máskor is, tehát tudom, hogy csak át kell mozgatnom a kábeleket, oxidációt megszüntetni, és már is jó minden, de ugye természetesen, hogyha valami durvább hibát ír ki, akkor muszáj elvinni szerelőhöz. És hát ugye általános szabály, hogyha az engine error lámpa kigyullad, akkor érdemes minél hamarabb megállni. És hogyha van egy ilyen a kocsinkban, és ugye a telefonunk segítségével minél előbb ki tudjuk olvasni a hibát, annál jobb. Na, akkor ez csak ennyi volt ez a videó, így hirtelen itten kora reggel az éjszakás műszakból hazafelé. Remélem érdekes volt, találkozunk a kövi videóban. Hello, hello!